Sziasztok, Szabó Gergő vagyok, ez pedig itt a Kocsmai Igazságok, és ebben a műsorban is Bálint Botonddal boldog új évet kívánunk. Mindenkit boldog új évet! És annyira boldog ez az új év, hogy a németek már még boldogabbá tették maguknak, mert hogy teljes a káosz, ilyen az, amikor a baloldal kezébe hatalom kerül, de ott még egy picit túllőttek ezen a célon, mert most úgy tűnik, hogy az a legkisebb bajuk, hogy tele van trágyával az összes főút, mert hogy a gazdák kiöntögetik, meg óriási tüntetések vannak, de hát közben nekem az is eszembe jutott, hogy legutóbb azt mondták, hogy nem az, hogy oldjuk meg a saját nemzetünk problémáját, hanem az, hogy még több pénzt kéne Ukrajnába küldeni, miközben akkora luk van a költségvetésre, hogy az hihetetlen. Mit gondolsz erről? Hát egyrészt iszonyatosan sajnálom azt a szerves trágyát, amit a fölöslegesen a betonra öntöznek. Az egy nagyon picike kis öröm, hogy a szagaz rendkívül intenzív, ugye falusi gyerekkorral és falusi gyökerekkel rendelkező emberként ezt így őszintén átérzem. Tehát aki nem szokta meg a, mondjuk a disznószarszagot, az tudja traumatizálni így közvetlenül ez az élmény. Hát ez a probléma az, hogy ugye Európa vezető állama az ugye nagyon nyilvánvalóan alkalmatlan arra, hogy vezesse Európát. Ugye ezt a Orbán Viktor is talán mondta már, és ugye ez egy nagyon rossz hír nekünk. És ugye a fő rossz hír az, hogy nem is a szociáldemokraták ennyire hülyék maguktól, hanem ez egy valójában egy zöldek által dominált koalíció a fő hülyeségek kérdésében, és gyakorlatilag a német kormány tevékenysége soha nem látott hülyeségre besüllyedt, és hát ezt a lakosság kezdi lereagálni. Ugye itt vissza kell vennünk egy kicsit a történelembe, ugye mi úgy emlékszünk mindjárt, hogy van egy egységes Németország, aki kicsit idősebb, az emlékszik rá, hogy volt 41-két évig NDK meg NSZK, tehát ketté voltak köztve. Aki meg emlékszik a történelem tanulmányaira, az tudja, hogy ugye Bismarck valamikor 1870 környékén hozta létre az egységes német birodalmat. Tehát ez az egységes Németország az ugye egy ilyen látványterv, ami mögött különböző hagyományú, különböző kultúrájú, a városiasodás és a kulturális fejlődés különböző állapotában lévő csoportok, népcsoportok vannak, amiknek a nyelve hasonló, de hát azért ők nagyon megkülönböztették egymást, és hát ugye különösen a II. Világháború utáni óriási terület veszteségeknek az lett a következménye, ugye, hogy egyrészt iszonyatos mennyiségű németet kiirtottak, nagyon sokat elkergettek az eredeti szülőföldjéről, ugye vagy a rengetegen határokat, az NDK-val lévő népesség egy része átmenekült meg sokkal korábban az NSZK-ba, és ugye hát csak elég két csoportot említenünk, a magyarországi svábok egy részét, akiket ugye kitelepítettek. Jelzem nagy részt olyan, jelentősen olyan magyarországi svábokat, akik már teljesen magyar identitásuk volt, tehát nem örültek különösebben ennek az akciónak, és hát ugye az erdélyi szászokat, akiket meg Ceausescu elvtárs adott el némi nemű apró pénzére, jó német márkáért a Német Szövetségi Köztársaságnak. Na most ez egy nagyon furcsa ország, ebből a szociológusként azt akarom kihozni, hogy ezek nem olyan típusú Németországban gondolkodjunk, ahol ugyanolyan gyökerű németek laknak a városokban, ahol nagy területeken évszázadosan ugyanaz a népesség él, hanem az van, hogy iszonyatosan sok a betelepült mindenfajta más német gyökérzettel rendelkező, de azért nagyon más kultúrájú ember. A rossz emlékű 45 előtti kifejezéssel Volksdeutsch, ha jól emlékszem, hogy a népi német, aki valahogy oda keveredett. És ezek között rengeteg nagyon különböző kultúrájú ember van. Azt lehet mondani, hogy ha nagyon megvakarjuk a dolgot, akkor lehet, hogy csak a jelenlegi német összlakosságnak a 75-80%-a eredetileg azon a területen élő németnek a leszármazottja. A többi 10-11 néhány millió az pedig mindenféle olyan visszamenekültnek, ott ragadt német nemzetiségű menekültnek a leszármazottja, tehát ez nem egy olyan egységes társadalom, ismerve a németek nagyon-nagyon rigorózus etnocentrizmusát, nem olyan típusú társadalom, mint a magyar, ahol a svábok, a cigányok, mindenféle bevándorló fél egy generáció alatt totálisan be tud illeszkedni.
a saját korábbi németjeiknek a beszervesülése se de most volt ez alatt. Van. Igen. A másik az, hogy ugye van tizenvalahány millió török, török mindenféle egyéb kelet-európai származású ember, akik lehet, hogy már második, harmadik generációsok, lehet, hogy tökéletesen beszélnek németül, de nagyon nem olyan németek, mint amilyennek mi a németek, németet elképzeljük, és nem beszélve arról, hogy a Kelet-Németország nagyon erősen nyomot hagyott az a 40-valahány év, és amúgy is az egy kulturálisan különböző terület volt Németországban. Tehát most kezd egy Németországban kiderülni az, hogy a német egyesítés projektje az nem csak a bevándorlás, meg egy csomó egyéb dolog miatt bukott meg, hanem úgy általában lehet, hogy ötletként se volt egy tökéletes ötlet, ezt én azért hajlamos lennék ezen elgondolkozni. Helmut Kohl azt mondta a német újraegyesítés előtt valamikor 90-91-ben, hogy senki se fog rosszabbul járni, de sokan jobban fognak járni, de senki nem fog rosszabbul járni. Ezt ígérte a németeknek, és ezt a német újraegyesítés nem tudta megcsinálni. Voltak nagyon jó pillanataik, voltak jó növekedési periódusok az elmúlt 31 néhány évben, de Németország nem kapta meg azt az érzést, hogy egységes Németország szinte egy tökéletes hely lenne. És a kelet-német régiók pedig nem tudtak fölzárkozni. Halkan mondom, hogy a német nagytőke meg a nyugati nagytőke ugyanúgy ráment Kelet-Németországra is, és ugyanúgy rendesen kifosztotta, mint ahogy minket is mondjuk a nyugati tőke kifosztott. Nem olyan durván nyilván, tehát csak a töredéke, de nem lett egy Nyugat-Németország szintű hely Kelet-Németország, és ezt erre a kelet-németek, az egykori kelet-németek erősen emlékeznek is. És van egy emlékem, én 91-ben jártam Németországba, Berlinbe, és egy kelet-berlini gimnáziumba vittek el bennünket, akkor én is ilyen 21-22 éves voltam, és a 18 éves érettségiző osztállyal beszélgettünk, inkább angolul, mint meg volt tormácsolás németből, és ők azt mondták, hogy ők kelet-berliniek voltak, hogy ők úgy élték meg, tehát többen ezt kifejezték, hogy ők a nyugat-németek bejövetelét úgy élték meg, hogy őket megszállták. Tehát, hogy egyszerűen megjelent egy másik ideológia, egy másik német felsőbbrendűségi tudat, és azt mondták nekik, hogy ti mindent rosszul csináltatok az elmúlt 40 évben. Ez igaz is volt, csak hát ezt azért a vértestvéreinek az ember nem így szokta elmondani, de ez is ilyen tökéletesen németesre sikerült, és ugye még egy dologra emlékeznék, egy 91-es viccre, ami szerintem a csúcs poénok egyike, hogy állnak valahol a segélyér a Berlinben sorban az emberek, és meghallja egy fekete bőrű ember, ezt régen másképp meséltük, egy fekete bőrű ember, hogy mögötte németül beszélnek, és hogy nyilvánvalóan kelet-németek, és erre a következőt mondja ékes német nyelven, hogy dühösen a mögött álló kelet-németeknek, hogy nem mi hívni titeket ide. És ez... Akkor még kevesebben voltak azért. Igen, ez tökéletesen kifejezte. Tehát most ez kifejezte azt a hangulatot, amit a belül lévők, azok, akik átélni voltak kénytelenek, akik éreztek, hogy ez nem volt egy olyan diadalmenet. És ezt a Németországot utána ugye a Schröder-féle logika, az, hogy elkezdődött az a nyomulás, hogy akkor a törököket, akik 2-3 generáció óta ott vannak, de nem igazán akartak integrálódni, és nem is engedte őket a német társadalom integrálódni, hogy finoman fogalmazunk. Tehát, hogy olyan csak németül beszélő, de török tudatú emberek, ugye meg lehet nézni Erdogán népszerűségét Németországban. Tehát iszonyatosan sok olyan problémát hordoz a német társadalom, amik az utóbbi néhány évben váltak rendtentő erősek. Egyrészt az, hogy most is sok pénzük van még relatíva, de már nincs annyi. És ugye, ha egy gazdagságból kell erősen visszavenni, hiába, hogy az még gazdagság, de azért nagyon fáj. Tehát amikor a harmadik autót le kell állítani, azért azt mindenki érzi, hogy az mekkora dráma. Bocsánat, láttunk ilyen videókat, igen. Amikor a németek adják el a töröknek a kocsit. Igen. Ez valamikor egy pár hónapja igen. Tehát, hogy ez ott állnak szomorúan. Bocsáss meg, de úgy érzed, hogy ez a fajta széttagoltság a mostani káoszban szerepet játszik? Ez abszolút szerepet játszik, mert a közbiztonság veszett el. Németország egy biztonságos hely volt a maga módján. Szociális biztonság is volt, és közbiztonság is volt. És ez tök drámai gyorsasággal néhány év alatt elvett.
elvesztették. Tulajdonképpen ahhoz tudnám hasonlítani, csak sokkal rosszabb kondíciókkal, mint a mi rendszerváltás utáni illúzióvesztésünket. Tehát, hogy ígértek nekünk fűtfát, és abból semmi nem jött be, és ami 15 óta történik Németországban, arról mindenki tudja, hogy milyen. Persze lehet mindenféle propagandát nyomatni, lehet elérni, hogy ne írja meg az újság, de mindenki tudja, hogy döbbenetes közbiztonsági romlás van. Csára most rájött egy baloldali kormányzás, ami ugye az egészet még és egy, ami ugye még ráadásul a németeket mélyen piszkálja ez a történet már. És ugye, hogy a gazdák mentek ki először, ugye ők a legnémetebb németek. Tehát ugye a falusi népesség, akinek dolgoznia kell, tehát aki nem webdesigner, meg értékesítő, meg hajolai értékesítő, hanem neki dolgoznia kell, tisztában van azzal, hogy minden évben az időjárás, a viszonyok, a nyersanyagárak, ugye, tehát a üzemanyagárak, minden hogyan befolyásolja az életszínvonalát, hát ő tényleg dolgozik, hogy az egész családja adott esetben generációk óta, itt ami hány generáció óta földön foglalkozik, és most ők jutottak el oda, hogy őtőlük kezdenek el elvenni valamit, hiába van nekik milliós termelőeszköz, menő traktorok, meg nagyon komoly gépesítés a birtokukba, hogyha ezt föl kell tartani, és hogy ez a buborék kidúran, akkor ők elvesztik a munkájukat, és az láthatólag az jelenlegi német kormány nem érdekli, hogy ez az élelmiszer árakra, meg mindenre milyen hatással lesz. Ukrajnának kell még vízet adni, mert az amerikaiak még nem szedtek ki elég pénzt Ukrajna, abból a pénzből, amit Európa adott Ukrajnának. És ez csak egy zárója, hogy milyen szép a mostani viszonyok mellett, hogy ez egy friss videó volt most, amikor az alkancellár Habeck úr pofákat vágott, és ilyen farccal a német himnusz alatt, de ő előtte mondta már, hogy hány ingert kap a hazafiságtól. Hát ezt egész ügyesen csinálják, tehát ez látszik, hogy mi a helyzet, és ugye az AfD már a kelet-németországi részeken 40% fölött van. Igen. Mi erre a válasz? Nem az, hogy esetleg más kéne csinálni, hanem tiltsuk be. Igen, ez az egyik. Hát itt a demokráciák valahogy szeretnek mindig végigvinni ilyen utakat, de szerinted mi lesz ebből? Mi csak gondoljuk ezt el, amit ez a nyomorult alkancellár írt, mert most tényleg nem tudok arra mást mondani. Ilyet a saját országában az ember nem mond. Tehát ez főleg, ahol politikai nem lehet túlélni politikailag. Ez egy normális. Most gondoljuk be, hogy a magyar ellenzékről sok mindent gondolunk. Fekete Győr Andrást mindnyájan beárasztuk. De hát még neki is van annyi esze, hogy ilyet talán azért. Csak gondol, nem mond. Igen. De még szerintem még tehát vagyok annyira megengedő, hogy ennyire sötét gondolataik még nekik sincsenek. Annyi, hogy a románoknak jobban. Igen, a románok, van, igen, de az még végülis szomszéd nép, érted? Ősi testvérek. Ősi testvérek, igen, tehát. Tehát azt gondolom, hogy ugye azért izgalmas a gazdáknak a felvonulása, mert ugye az az eredeti német életformának egy folytatása, tehát ők őriztek meg a legtöbbet abból, hogy milyen volt Németország 50 vagy 100 évvel ezelőtt. Nagyon szervezettek, és iszonyúan hosszú ideje vannak azért nekik is óriási problémáik. Tehát ők is hallják, hogy a holland kormány micsoda ürleteket gondolt, ők is találkoznak rengeteg apró ürlettel, ami mind fölfoghatatlan abból a gondolkodásmódból, amik nekik van. És azt gondolom, hogy ez sose lehet megítélni, hogy egy ilyen tömegmozgásnak milyen hatása lesz. A közénkutatásokban már látszik, hogy azért, hogy Németországban azért van egy alapvető igény arra, hogy most már valamit csinálni kellene. De azt gondolom, hogy ez a legerősebb üzenet, amit eddig a német nép ültetett, mert ugye a városok azok elvesztek. Tehát a város az teljesen, minden német város, nagyobb város, az ugye még München is teljes egészében liberálisba fordult, ugye nagy részében már etnikai kisebbségben, vagy az etnikai kisebbség határán vannak tragikus korfájú német társadalom, mert ugye ne felejtsük el, hogy azok, akik valóban németnek tekinthetők, tehát azoknak a korfája nagyon tragikus, tehát hogy a német országban lakó embereknek milyen a korfája, és a német nemzetiségű embereknek milyen a korfája, milyen a gyerek megoszlás a német társadalomban, azt nem is, én nem merném meg elolvasni, mert sikítóz a körülbelül. Pont ezt akartam kérdezni, tudsz a termékenységi rátáról, mert talán ilyen 1,1. Hát ugye nehéz, mert ugye azt a Németország pont azt, hogy tiltják az etnikai adatoknak a nyilvántartását, de teljesen világos, hogy mik a viszonyok, be kell menni egy első osztályba azokon a környékeken. És akkor ugye folyamatosan van egy óriási bevándorlás, ugye ez a tavalyi év tragikus volt ebből a szempontból a német társadalomnak, és a németek érzik, hogy nagyon nagy baj van. És
Az a kérdés, hogy amit a német társadalom, a német vezetés most csinál, tehát az, hogy az AfD betiltásán gondolkodnak, és ugye minden, ha megnézzük a magyar, na ebbe tökéletesen követi a német fősodratú sajtót, a magyar ellenzéki sajtó is, tehát hogy ez egy szélső jobb oldal rátelepszik hát majdnem jogosnak tekinthető tüntetése, mert azért tüntetni még lehet, ha nem szélső jobb oldalinak minősített dolgokkal, de mondjuk tehát talán a benzináremelés, vagy a dízelolaj, gázolaj elleni, áremelés elleni tüntetés, az talán nem szélső fasiszta dolog, de majd lesz. Már, az már szélső oldali. Igen, igen, de a tüntetés már az, ha bármi mást akarunk, akkor az. Tehát, hogy ezt nem hiszem, hogy a német társadalomnak ez a része, aki már megfontolja, és egy olyan országban, ahol nem biztos, hogy egészséges jelemény nyilvánítani, azt mondani, hogy AfD szavazó vagyok. Ugye erről rengeteg történetet tudunk informálisan is, hogyha azt mondod, hogy AfD szavazó vagy, az nagyon egészségtelen Németországban. Tehát hadd ne mondjam meg, hogy mennyire egészségtelen. Pedig bizonyos területeken majdnem a választópolgárok fele. Fele, igen. Tehát a nagy, igen, igen. Na, és ugye ráadásul, ha megnézzük, hogy mondjuk az ország egy jelentős részén, tehát több tartományban úgy tűnik, hogy a tényleg ilyen 5% környékére süllyed az SPD, tehát a vezető kormánypárt, az ugye az MSZP-nek a sorsát vetíti előre ennek a pártnak a számára. A zöldek kevesebbet veszítenek, mert ők már az összes elmebeteget összegyűjtötték. Tehát akik erre a zöldekre, akik ezekre a zöldekre hajlandók szavazni, azokat nem lehet eltántorítani, de hát az csak 8-10-11-2% nagyvárosi központokkal. Habár ha megnézzük az utóbbi berlini választásoknak az eredményét, amit ugye most meg kell ismételni, azt nem tudom, hogy ez a folyamat hol tart, de a bírósági ítélet már megvolt róla. Ez ugye egyrészt mutatja, hogy a Balkán elmet hozzád, mert ugye azért egy európai országban nem szokták a fővárosi választásokat, mint amilyen a kerületek 20-25%-ban megismételni, mert de nem sikerült úgy megszervezni, hogy halottak meg a... meg az Amerikában már ismerjük. Igen, tehát hogy meg mindenki ne szavazhasson. Ugye azért ne felejtsük, hogy az Ausztriában is megtörtént egy elnökválasztáson, tehát ezek a fényes demokráciák azért nagyon-nagyon komoly deficitekkel küzdenek. Nagyon-nagyon túl vagyunk a műsoridő végén zárásként. Te, hogyha csak mindenféle tét nélkül jósolni kell, szerinted Olaf Scholzék kitöltik a mandátumukat, vagy ebbe bele fognak bukni? Nem tudom. Mindig van erre egy standard kész válaszom. Faludi Györgynek a Pokolbéri Vígnapjaim könyve, van egy Lorsi Ernő nevű újságíró, akinek az az elmélete, hogy sosem a legrosszabb, hanem mindig a legundorítóbb következik be. Ezt mindenkinek a fantáziája bízom, hogy mi lehet ma a Németországban a legundorítóbb megoldás. Ez a válság, az igazi dráma, az csak most következik, tehát a végkifejlet az mindig a legundorítóbb lesz. Nem tudom elképzelni, ez az én fantáziám véges. A legrosszabb nekünk az a dezintegráció, tehát a legrosszabbra van válaszom, a dezintegráció, tehát az, hogy Németország egy ilyen utcai háborúzós, ezért a süllyed, szétesésbe süllyed, és megjelennek ilyen mindenféle egyéb projektek, amik a német, az oszakásos német alaposság és a német őrületnek a keverékei, arra nagyon rápacsálnánk mi is, és egész Európa. Hát bármennyire csúnya, de ez lesz a végszó, úgyhogy nektek azt gondolom, inkább egy jó sört kéne pattintani, hogy kicsit jobb kedvünk legyen. Elvégre ez a Kocsma Igazságok Botont. Köszönöm, jövő héten pedig találkozunk ismét. Sziasztok! Köszönjük szépen!